A videóban látható képek és szövegek eredetileg az 1964-ben megjelent Rádióamatőr Füzetei című sorozat tranzisztor működése képekben első lapszámából származnak. 6. fejezet tranzisztor karakterisztikák A transzisztort karakterisztikákkal jellemezzük. Ebben a fejezetben ezekkel a karakterisztikákkal foglalkozunk, visszavezetve őket a dióda jellegbőrbélyére a tranzisztor emitter és bázis elektródái között tulajdonképpen egy PN diódát találunk, amelyet a P-típusú és az N-típusú tartományok képeznek. Ez esetben érvényesül a dióda karakterisztikája azzal, hogy most a dióda áramot emitter áramnak, a dióda feszültséget pedig emitter bázis feszültségnek nevezzük. Ezzel már egy fontos összefüggéshez jutottunk. Ha tekintetbe vesszük, hogy alfa közel egységnyi, tehát az emitter áram közel egyenlő a kollektorárammal, akkor mondhatjuk, hogy a dióda karakterisztika a kollektor áramot is jellemzi. Ezzel egy további görbét kaptunk a tranzisztorra vonatkozóan. A karakterisztika azonban így nem egészen pontos, mert nem vettük figyelembe a kollektorfeszültség hatását, amely csekély mértékben ugyan, de befolyásolja. A kollektorfeszültség hatására ugyanis a karakterisztika balra tolódik, vagyis kisebb emitter bázis feszültségre folyik, ugyanakkor a kollektoráron. Egy adott kollektorfeszültség felett már nem tolódik balra a görbe ezért gyakorlatilag két karakterisztikát egy egészen kis kollektor feszültséghez és egy közepes kollektor feszültséghez tartozót adnak meg. A kollektorfeszültség további növelésével a viszonyok nem változnak meg számottevően. Ezzel egy igen lényeges karakterisztikához jutottunk el, amely a bemenő feszültség UEB, egyenlő emitterbázis feszültség, és a kimenő áram, IC egyenlő kollektoráram között állapít meg összefüggést. Ezek után jogosan merül fel a kérdés, vajon csak az emitter, illetve kollektor áramot lehet ábrázolni a bemenő feszültség függvényében, a bázisáramot pedig nem. Gondoljunk arra, hogy földelt emitteres kapcsolásban a bázis a bemenő pont, tehát a bázisáram lesz a bemenő áram. Nem kellene tehát más tenni, mint a függőleges tengelyen a bázisáramot ábrázolni. Kérdés, hogyan tehető ez meg? Ismert a bázisáram és a kollektor áram közötti összefüggés, amely azt mondja ki, hogy a bázisáram, a kollektor áram béta ad része. Elég tehát a függőleges tengelyen a léptéket megváltoztatni és már is összefüggést kaptunk a bázisáram és az emitter bázisfeszültség között. Mivel földelt emitteres kapcsolásban a bázisáram a bemenő áram, az emitter és bázis kapcsok közötti feszültség pedig a bemenő feszültség. Megkapjuk a tranzisztor bemenő karakterisztikáját, ami igen fontos jellemzője a tranzisztornak, tekintettel arra, hogy a tranzisztor az elektron csőtől eltérőleg bemenő áramot vesz fel. Hasonlóan az előzőekhez próbáljuk meghatározni a tranzisztor kollektor árama és kollektor feszültsége közötti összefüggést. Mivel a kollektoráram IC a kimenő áram, viszont a kollektor feszültség, UC a kimenő feszültség, ezért a kettőt tartalmazó görbét a tranzisztor kimenő karakterisztikájának nevezzük. A tranzisztor jellemzése általában két görbével, a bemenő és a kimenő karakterisztikával történik. Vizsgáljuk meg először azt az esetet, amikor az emitter vezetéket elvágtuk, az emitter tehát szakadt, rajta semmiféle áram nem folyhat. A kollektor bázis átmenet ilyenkor mint közönséges PN dióda, működik és érvényesül a jól ismert dióda görbe. Nem kell más tennünk, mint a dióda áram helyett kollektoráramot, a dióda feszültség helyett pedig kollektor bázis feszültséget írni a tengelyekre. A későbbiek kedvéért fordítsuk el a görbét, mert így használhatóbb lesz. A görbéről leolvasható az az áramérték, amelyik a szakadt emitter vezeték mellett a kollektorfeszültség hatására a kollektor és bázis által alkotott diódám folyik. Ez az áram a már jól ismert ICO kollektor visszáram. Ezzel azonban még nem értük el a célt. Hátra van még az az eset, amikor a bázis vezetéket vágjuk el, és ezzel lehetetlenné tesszük, hogy bázisáram folyik. Az emitter vezetéket ilyenkor természetesen újra össze kell kötni, és a vizsgált kollektoráram most a kollektor bázis diódán záróirányban, a bázis emitter diódán vezetés irányban fog keresztül folyni. A kollektorfeszültséget ennél az esetnél az emitterhez viszonyítjuk, ezért a karakterisztikában mindenütt kollektor-emitter feszültség UCL szerepel. Ha ezt a kísérletet ténylegesen elvégezzük, és szakadt bázisvezeték mellett megmérjük a kollektoráramot, azt tapasztaljuk, hogy az áram, hasonlóan az ICO visszáramhoz, független a kollektorfeszültségtől. De, értéke erősen megnőtt, és pedig pontosan ICO áram beta szorosa lett. A tranzisztor visszáramok általában kicsinyek, jó tranzisztoroknál ICO értéke 10 mikroamper alatt van. A visszáramok tehát lényegesen kisebbek, mint a tranzisztor rendes munkaponti áramai, tehát a bázis és emitter áram. Különösen fontos, hogy a kollektoráram lényegesen nagyobb legyen, mint a Beta szor ICO visszáram. Ha most a megszakított bázisvezetéket újra összekötjük, és bázisáramot vezetünk a tranzisztorba, akkor a kollektoráram is jelentősen megnő. Mégpedig úgy, hogy a többlet kollektoráram, tehát a visszáram feletti áram éppen a bevezetett bázisáram Beta szorosa. A bázisáram tehát feltolja a karakterisztikát. A pontos összefüggést úgy kapjuk meg, ha minden görbére ráírjuk, hogy mekkora bázisárammal hoztuk létre a jelzett kollektoráramot. Így jutunk el a teljes kimenő karakterisztikához. A bemenő és kimenő karakterisztikák pontosan egyértelműen jellemzik a tranzisztort. A kimenő karakterisztikáknak azonban csak az a része fontos, amelyen a tranzisztor működhet. Kérdés, melyik ez a használható tartomány? A kimenő karakterisztikát balról az úgynevezett Maradék feszültség UM határolja. Adott kollektoráramnál ugyanis mindig marad egy kísértékű feszültség a kollektoron, mert az UC csak akkor csökken le zérusra, ha az áram is lecsökken a maradék feszültség vonalától balra eső terület ezért számunkra elvész. A kollektor értéke nem növelhető a tranzisztoron minden határon túl. Adott feszültségértéknél nagyobbat nem célszerű használni, mert a karakterisztika sereg vízszintes görbéje felfelé hajlik, ami annyit jelent, hogy szabály ellenesen megnő a kollektoráram. Ez a jelenség ismét a dióda karakterisztikára vezethető vissza, mégpedig annak letörési szakaszára. A kollektoráram erős növekedése a nagy térerősség hatására indul meg, ami igen veszélyes, mert tönkreteheti a tranzisztort. Ezért a katalógusokban megadott Umax, maximális kollektorfeszültségnél nagyobb feszültséget a tranzisztorra adni nem szabad. Akár csak a kollektorfeszültségnél a kollektor árammal sem léphetünk adott határ fölé. Ez a határ a tranzisztorra megadott Imax, maximális kollektoráram vagy Csúcsáram. Ezen érték túllépése esetén helyi túlmelegedések keletkeznek a kristály belsejében, s ez a tranzisztort tönkre teszi. A tranzisztorra adható áramnak, illetve feszültségnek további határt szab az úgynevezett diszipált teljesítmény. Az elektromos teljesítmény, amely a kollektor áram és a kollektor feszültség szorzatával egyenlő, az hővé alakul a tranzisztoron, melegíti a tranzisztort, ezt a hőt végül pedig a tranzisztornak kell elsugároznia. Belátható viszont, hogy amennyiben a tranzisztor hőmérséklete a megengedettnél nagyobbra nő, a kristály tönkre megy. Ha azt akarjuk, hogy a hőt a tranzisztor jobban el tudja sugározni, és így kevésbé melegenjen fel, nagyobb méretűre készítjük, ami jobb hűtést eredményez. A tranzisztor külső mérete tehát általában a diszipálható teljesítménytől függ. Mivel a diszipál teljesítmény a kollektoráram és feszültség szorzata, ezért a kettőt mindig együttesen kell megválasztani. Ha ugyanis nagy a kollektorfeszültség, akkor kis árammal kell dolgoznunk, hogy a diszipációs határ alatt maradjunk. Nagy áram esetén viszont csak kis kollektor feszültséget engedhetünk meg. Az áram és feszültség szorzatát a kimenő karakterisztikába is berajzolhatjuk. Az úgynevezett diszipációs görbétől jobbra eső értékeknél a tranzisztor üzembiztosan nem működhet. A diszipációs görb által határolt értékeken túl a keletkezett hőt a tranzisztor nem tudja lesugározni, erősen felmelegszik. A túlmelegedés következtében a kristály egyes rétegei összeötvözödnek, eltűnik a PNP szerkezet, a tranzisztor megszűnik, mint tranzisztor működni, vagyis használhatatlan lesz. A tranzisztort a túlmelegedéstől bizonyos határig megóvja, ha hűtő lemezzel szereljük fel. Ezáltal a diszipációs teljesítmény jelentősen megnő, és a hűtés intenzívebb lesz. Ezzel meg is kaptuk a tranzisztor kollektoráramát, illetve feszültségét korlátozó tényezőket a kimenő karakterisztika használható területét tehát áramban a visszáram beta ICO, illetve a csúcsáram ICmax max feszültségben a maradék feszültség UM, illetve a maximális feszültség UC max, végül a diszipációs teljesítmény PD határolják. Reméljük, tetszett ez a videó! És ha még szeretnél tanulni, nézd meg az elektromos áram című hobbi elektronika sorozatunkhoz tartozó videónkat is. És hogy ne maradj a következő részről, iratkozz fel a csatornára!